Egy decemberi online aukciónak köszönhetően ritka, különleges könyvekkel gyarapodott a Magyar Nyelv Múzeuma. E művek engednek a 18.-19. század irodalmába, a magyar nyelvről vallott nézetekre, ugyanakkor alapanyagukat és kivitelezésüket tekintve, akkor papíriparába, könyvkötészetébe, sőt a könyvtárak szokásaiba is. 2020. decemberében egy online aukción vettünk részt amelynek a keretében 54 darab kötetet, múzeális kötetet sikerült megvásárolni a Magyar Nyelv Múzeum részére. Ezeknek a nagy része Kazinci Ferenctől, vagy Kazinci Ferenc korából származó ő, nyelvészeti, irodalomtörténet és történelmi kordokumentum. A gyűjtemény haza került szép halomba, hiszen a könyvek egy részét itt írta és szerkesztette össze Kazinci Ferenc. Olyan értékes kiadványok vannak köztük, mint a Helikoni Virágok című Kazinci Ferenc 1791-ben kiadott versantológiája, vagy a Mester Szép Literatúra könyvsorozata. Sikerült a Kazinci Ferenc Szép Literatúra teljes sorozatát, mind a kilenc kötetet egyben megvásárolni, amely 1814 és 16 között itt szép halmon íródott. A gyűjteményben találhatunk irodalomtörténeti ritkaságokat, történelmi emlékeket és a magyar újságírás történetének legfontosabb dokumentumát, a Kossuth Lajos nevével fémjelzett Pesti Hírlap 1842-es évfolyamának lapszámait is egybekötve. Vannak köztük irodalomtörténeti ritkaságok, mint a, a Kazinci Ferenc szép literatúra, vannak történelmi emlékek, mint a Kazinci Ferenc által szerkesztett herikoni világok, ami az 1799-es korszakról ad nekünk egy betekintést, és sikerült megvenni a Pesti hírlap 1842-es számait, ami ugye Kossuth Lajos kapcsán ide új helyhez is kötődhet. A könyvek mellett egy igazi kuriózumra is szertett a múzeum. Birtokokba jutott egy kézirat, melyet Arany János készített a Széphalmi Emlékcsarnokról. A könyvek mellett sikerült megvásárolnunk egy ritkaságszámban menő kéziratot. Arany János a Magyar Tudományos Akadémia titkára írta saját kezével, tehát ez egy autográf kézirat, melyben a Széphalmi Emlékcsarnokról ír Eva Andrásnak, aki akkor, akkoriban ennek az emlékcsarnoknak a gondnoka volt. Ezek a könyvek nem csak a tartalmuk miatt értékesek, hanem a készítési technikájuk miatt is. A borítók, a kötések akkor különböző igényeit mutatják. Megtalálható köztük az elegáns bőrkötés, félbőrkötés, valamint az egyszerű kartontáblás kötés is. A hazatérő kincsek tovább gazdagítják a múzeum ritka és értékes gyűjteményét. Ezek a múzeum gyűjteményébe kerültek, tudományos feldolgozások folyamatban van, és igény szerint kiállításokban mutatjuk meg, valamint a kutatók számára teszük elérhetővé.